Épp hogy csak fellélegeztek a felvételi ponthatárok nyilvánosságra kerülése után a tanulók, már is új kihívással kell szembenézniük, ez pedig a lakhatás kérdése. Azoknak, akik nem szeretnének, vagy a nagy távolság miatt nem tudnak ingázni minden nap a lakóhelyük és az iskola között, igen nagy fejtörést jelent a megfelelő lakóhely megtalálása. Az ingatlanokkal foglalkozó irodák szerint Nyíregyházán az albérletek helyett sokan a kollégiumba költöznek. Sajnos a diákgimnázium az elmúlt pár évben már elmaradt a kollégium bővítésnek köszönhetően, a főiskolai hallgatók nagy többsége kollégiumban megtalálja a szállás lehetőséget. Igazából így a lakáspiacot, az albérlet piacot nem ők mozgatják, hanem a új munkahelyet keresők, vagy a fiatal házasodók, akik új családi fészket keresnek, illetve a Nyíregyházára beköltözők. A tapasztalatok szerint 2009 óta nincs számottevő különbség a lakáskeresők számában az őszi időszak és az év többi része között. A legkeresettebb ingatlanok továbbra is a kisebb és olcsóbb lakások. Akik mégsem szeretnének kollégiumban lakni, természetesen a főiskola környékén keresnek albérletet. Indulhatunk a garzonlakásoktól, ami a 20-30 négyzetméteres egyszobás garzonlakás. Ezek általában gáz-konvektoros fűtéssel rendelkeznek. Ezek 20-30 ezer forintos bérleti díjért kerülnek kiadásra. A rezsiköltsége, ugye ez fogyasztástól is függő, meg úgy kábel-tv-ben milyen előfizetést fizet elő esetlegesen a bérlő, de az alaprezsiket tekintve, vagy figyelembe véve nyári időszakban egy ilyen 10-15 ezer forint közötti rezsiköltséggel bír az ilyen lakás. Téli időszakban ez ugye fűtés, illetve hőigény függvényében ez 20-25, akár 30 ezer forintig is elmehet. Azok, akik az albérlet mellett voksolnak, azoknak több dologra is érdemes odafigyelni. Az írásos szerződés mellett ajánlott megnézni, van-e közüzemi hátralék a lakáson, és hogy mennyi a közös költség. Az előző lakó rezsiköltségeiből pedig kiderül, mire lehet számítani.